Jó napot kívánok, kedves nézőink! Bizonyára emlékeznek még, ugye a 70-es, 80-as években antenna erdő borította a házak tetejét. Aztán változott a világ, és megjelentek a kábelhálózatok és a kábelcsatornák. Ennek kiépítésében Szekszárdon Tar Jánosnak és a Tar Kft-nek jelentős szerepe volt. Ez majd 30 éve történt, úgyhogy erről a 30 évről fogunk beszélni Tar Jánossal. Jó napot kívánok! Erkusz Sok János. Szeretettel köszöntöm én is a kedves nézőket! Hát igen, ez a 30 év az gyakorlatilag nem csak 30 év, mert hogyha édesapám pályafutását belevéve, ugye hát az egészet ő alapozta meg, és ő kezdte el ezt csinálni. Gyakorlatilag Bátáról indult, Báta azért egy dombok között fekvő kis település, a vételi viszonyok nem voltak jók, ezért a hegytetőre telepített egy antennát, melyet a saját házunkhoz levezetett kábelen, és így jött létre gyakorlatilag az akkori Kaphegyi vétel, azért Kaphegy az nem kis távolság a Balaton felvidék és Báta között, ugyanis a pécsi vételi viszonyok Bátán sem, egyébként Szekszárdon sem voltak jó, mert a zengő beárnyékol, és a zengő miatt például Szekszárdon sem fogható mondjuk egy pécsi adó, tehát a vétel körzete nem ért el odáig. És hát ezek voltak az indító erők, illetve hát édesapám mindig is sok mindent csinált azon kívül, hogy egy rádiócél műszerészként dolgozott, mindig fejlesztett dolgokat, tehát a bátaszéki hangos bemondótól kezdve a TS-eknek csinált hegesztőgépeket, vagy éppen a bátai színpadon csinált fényszabályozós világítást. Tehát ami a szakmai kihívást megadta, azt ő megpróbálta megoldani. És ez így volt ebbe az antennás témában is. És ez odáig fajult, hogy Szekszárdon is ugye volt erre igény. És hát 1978-ban kezdte el ezt édesapám Szekszárdon a Kölcsei lakótelep közepén, az a mostani 160 lakásos tetején építettük meg az első antennarendszerünket. Ő akkor éppen a Videotonnál dolgozott Székesfehérváron, illetve szekszárdi szervizes volt, és hát ott onnan hozott tudásával próbálta ezt a megépíteni az akkori ős antennarendszer. Mennyire volt az előremutató? Hát akkor még csak az volt ahogy az elején idézted is, az volt a cél, hogy ne legyen minden egyes lépcsőház tetején antenna erdő minden tetőn, ezért az volt a cél, hogy egy antennát csinálunk, és az egy antenna rendszerről működik az egész. Ami még akkoriban ugye a magyar egy-kettőn kívül itt földrajzi adottságokból a jugó adók. Így van a jugó 1-2 és a noviszádi adó, ugye, ami szintén azon is volt azért egy héten egyszer-kétszer magyar nyelvű adás. Illetve hát a jugón azért már jóval modernebb rajzfilmek mentek a mi gyerekkorunkban, mind a magyar adókon. És hát innen indult ki az egész. Akkor egy Kölcsei lakótelepi antennarendszerként indult, ott az ottani lakosokban merült fel ez az igény, elkezdődött, igaz, hogy még akkor csak nagyon kis lépésekbe, de bejöttek az első színes televíziók, és a színes tévéken nem tudtak normális képet produkálni az akkori antenna lehetőségekkel, és ez volt az egyik drivere akkora, hogy így modern nyelven fogalmazzam a megépítésnek. Illetve hát nyilván, ahogy ti is ma is üzemeltek, a helyi tévének is beindult, tehát egy kicsit később ugyan, de városi televíziók sora indult el az egész országban, így a szekszárdi is, és annak is kellett a terjesztését megoldani, tehát ezért épült meg azok a hálózatok kiépítések. Kezdetben egyébként ez két külön helyen zajlott Szekszárdon belül is. Egyszer, ahogy mondtam, a Kölcsei lakótelep és környéke indult meg, és a másik, az pedig egy ilyen családi házas rész, az a kórház TBC osztályának a tetején, mivel az a kórházban az egyik legmagasabb épület és a legmagasabb ponton fekvő épület szinte a városban, és ott jók voltak a vételi viszonyok, és oda lett letelepítve egy kettes számú fejállomás, és az is elkezdett épülni azon az adott területen, az adott környéken. Először csak ott
a környékbeli Szabó-Dezső utcától kezdve a Bencugyula utcán keresztül, és így értük el a későbbiekben az Aliszka lakótelepet, tehát ezeken az utcákon keresztül sikerült elérnünk, és ott épült egy második számú hálózat, és hát az egésznek a végkifejlete az lett, hogy az egész város szép lassacskán le lett fedve, ahogy jöttek az igények. Akkor még nem előfizetési díjak voltak, akkor gyakorlatilag az egyszeri kiépítési, egyszeri beruházási díj volt csak, és gyakorlatilag azért építettük meg a hálózatot, és abból a beruházásból finanszíroztuk az építést. Mennyire volt nehéz rávenni a lakókat, vagy volt egy lakossági igény erre? Igen, én azt gondolom, hogy a szórakozásra mindig is volt lakossági igény, a tévére, akkoriban ugye még az internetnek híre almasa volt, tehát ők onnan tájékozódtak, tehát meg mindannyiunk onnan tájékozódott, meg a rádióból nyilván. Ezen egyébként rádióadások is hallhatók ezeken a rendszereken. Aztán hát ez a rendszer épül tovább, nem csak Szekszárdon, hanem egy évvel később elkezdtük ugyanez Dombóváron is, ott is egy lakótelepi antenna rendszert építettünk ki. Folyamatosan, ahogy mondtam, szinte ez lépcsőházra ment, az akkori régi csöves erősítők leszerelésre kerültek, és helyette ment oda a gerinckábel, és úgy gyártottuk az erősítőket. Akkoriban mi még Bátán laktunk, édesapámnak ott volt egy vállalkozása, és akkor még kisiparos úgy hívták, és édesanyámmal együtt csinálták. Édesanyámnak is ugyanaz a szakmája egyébként, ő is elvitt műszerész, és édesanyám gyártotta otthon például az erősítőket, tehát erősítő modulokat gyártottunk hozzá, ezeket mind, mert akkoriban nem lehetett még ilyen berendezéseket, vagy csak nagyon drágán vásárolni, és egy típusú NDK gyártmányú erősítőt, aminek azért voltak működési nehézségei. Mi viszont beszereztük a kor legmodernebb eszközeit, Németországból hoztunk műszert, és itt próbáltuk azokat az elektronikai alkatrészeket bevásárolni, szinte heti szinten járt fel apám Pestre alkatrészért, és azokból az eszközökből építettük meg a későbbi erősítőket a kis magunk módján. Tehát ez... Nem ütközött ez semmilyen ellenállásba? Tehát akkor azért még nagyon nézték, hogy mi megy a tévébe, ki szerel, mit szerel, szóval ennek lehetett egyfajta politikai ellenállása, nem volt? Akkor még nem. Majd később, de arról később beszélnék. Akkor még nem volt ez. Ez körülbelül a 80 éves évek elejére érkezett az időszak, amikor mivel mi nem annyira közép-Dunántúlon fekvő ország vagy a város vagyunk, és a nyugat-dunántúli városok Magyarországon, tehát akár Zalaegerszeg, vagy Szombathely, vagy még Székesfehérvárat is bele szinte ott lehetett fogni az osztrák tévét, és ez elég nagy dolog volt az osztrák tévét nézni, és nálunk viszont nem lehetett. Ezért mi találtunk egy olyan helyet Szekszárdi dombok között a Cserhát tetőn, amit a mai napig egyébként a rádióamatőrök használnak az ottani berendezéseink egy részét, amit annak idején építettünk ki. És ott találtunk egy olyan völgykatlant, ahol volt Grác irányában rálátás, és a gráci adót meg tudtuk fogni gyakorlatilag. Volt vele vételi probléma, de működött. És ezt egy kábelrendszeren keresztül az akkori városi tanács finanszírozásába kiépítettük és behoztuk a városba, és hát beüzemeltük gyakorlatilag beüzemeltük volna, és ekkor jött az, amit az előbb kérdeztél, akkor az akkori párbizottság azt mondta, hogy ez diverziós jellegű adásnak minősül az osztrák tévé adása, ezért nem támogatják, hogy ez Szekszárdon bekerüljön az antennarendszerbe. Ugyanakkor más, ahogy mondtam, nyugat-magyarországi városokban már több éve nézték az osztrák tévé adását az ottani antennarendszereken, tehát csak nálunk volt ilyen, úgy látszik. Aztán ennek az egésznek az vetett véget 1985-ben, amikor is megjelentek az első műholdas adók. Tehát ez a Super Sky TV 5 nevezetű csatornák, ez a három Channel adó. Channel Plus, valami ilyenek is voltak. Igen, Super Channel,
És erre sikerült letelepítenünk egy műholdas vevőberendezést a 160-asra, és gyakorlatilag onnantól kezdve a műholdas adások is rendelkezésre álltak. Rá pár évre megjött az MTV-nek, a Music Television-nek a csatornája, ami a fiatalok között megint csak nagyon nagy siker volt, és hát így növekedett szinte évről évre a csatornaszám, illetve így fejlődött az egész rendszer, meg a kiépítés is. Ezzel párhuzamosan nagyon sok kis településen is építettünk. Ugye Tolna megye dombok között fekszik, nagyon rossz vételi viszonyok, 80-as években már tényleg elszaporodtak a színes televíziók, és azokra kellett normális képet varázsolni. Én jó magam is 12 éves koromban otthon már antennát raktam össze a garázsban lévő műhelyünkbe, és gyakorlatilag Siógárdon szereltük fel az antennákat, és az ottani új lehetőségeket osztunk, akiknek új színes tévéje volt, tehát ott tudták élvezni a vételi viszonyokat. És ebben párhuzamosan, ahogy elkezdtem mondani, bocsánat, a kis településeken is kezdtünk hálózatokat, kiépítettünk kábeltévés hálózatokat. Legyen az Gyönk, vagy éppen Zomba, vagy Nagymányok, vagy éppen Váralja, Cikó, tehát ezeken a völgységi, illetve dombok közti településeken, ahol nem volt jó vételi viszony, nem voltak jók a vételi viszonyok, ott csináltunk így hálózatokat. Most már sokatszor térsz vissza arra, hogy gyerekkorod óta bevontak gyakorlatilag a mindennapi munkába. Egyértelmű volt a számodra, hogy egyszer csak át kell venni ezt a céget? Hát én most úgy fogalmaztam valakinek egyszer, hogy én erre lettem kitenyésztve. Bocsánat, hogy ilyen durván fogalmazom, de gyakorlatilag bele lettem nevelve. Én benültem az autóba édesapám mellett, aztán mentünk. Tehát én nagyon sokat voltam vele dolgozni, és hát így ragadt rám. Aztán persze önállóan is el kellett kezdeni dolgozni, én ilyen irányú iskolába mentem, tehát két műszerész szakmát végeztem el, majd ezek után mentem szakirányú felsőoktatásba is, tehát ott távközlési mérnökként végeztem. Még katonaként is ilyen? Katonaként is híradó voltam, tehát ilyen jellegű munkát csináltam gyakorlatilag. És hát ez adott volt, amikor is a TAR Kft. Maga megalakult. Megelőzően működtünk sokféle vállalkozási formába. Legelőször a kisiparosként, édesanyám nevén futott a kisiparos vállalkozás. Aztán ezt nem nézték olyan jól szemben a 80-as évek elején, ezért aztán bekerültünk kis szövetkezetbe, bekerültünk, mint kábeltévés csoport, bekerültünk lakásszövetkezetbe, mint kábeltévés csoport, aztán a Városgazdálkodási Vállalatnak voltunk egy részegysége, egyébként ebbe az irodába is volt az egyik műhelyünk, ahol most ülünk. Tehát akkor ott voltunk egy kábeltévés csoport, és amikor lehetett 90-es évek elejétől, ugye 90 júliusában hivatalosan akkor alapult a TAR Kft., tehát éppen most van 30 éve, hát akkor édesapám, a családunk, tehát édesapám, édesanyám, ketten a húgommal, illetve még néhány kollega volt az alapító akkor a TAR Kft.-ben, és akkor már volt olyan, tehát akkor már volt olyan rész, amit a TAR Kft. Saját maga épített ki teljesen a városba, meg volt másik rész, amit már korábban megépültek hálózati részek. Az optikai kábel volt egy nagy váltás ebben az egész rendszerben? Abszolút mértékben. Gyakorlatilag a koncepció az volt, édesapámnak ez volt az elképzelése, hogy egy város, egy antenna rendszer. Tehát ez volt inkább úgy mondom, hogy ez a 70-es évek vége, 80-as évek eleje. Aztán, amikor a technológia lehetővé tette, ez a 90-es évek közepe, számunkra lehetővé tette, bocsánat, az akkor optikai gerinckábelt építettünk 1997-ben Szekszárd és Tolna között. Tehát az optikával gyakorlatilag egy olyan koncepció tudott kialakulni, amivel megint csak egy következő
lépés, hogy nem egy város egy antenna, hanem egy megye egy antenna. Most ez persze az antennát akkor már az ember idézőjelbe teszi, mert már 97-ben az optikával együtt párhuzamosan az internet szolgáltatás is elindult a hálózatunkon. Tehát én azt gondolom, hogy akkor már láttuk a jövőt, vagy lehetett látni kibontakozóban azt a jövőt, ami most van, hogy gyakorlatilag ezen keresztül nem csak a tévé fog eljutni a tisztelt ügyfelekhez, hanem el fog jutni az internet, és később a telefon, ahogy azt egyrészt törvényileg lehetővé tették, másrészt meg a műszaki lehetőségek, amit engedtek. Ahogy mondtam, a 90-es évek legelején azért, ami nagyon nagyot lendített rajtunk és a kábelszolgáltatáson is, és nem csak itt, hanem az egész országban, ez az HBO indulása. Most az HBO indulása az nálunk a 92-3-ban indult el, és gyakorlatilag az HBO-val egy több mint 40%-os behatolással országos elsők lettünk. Tehát az azt jelenti, hogy ügyfelek több mint 40%-a előfizetett az HBO-ra. Akkoriban ez volt az egyetlen egy olyan szórakozási filmcsatorna lehetőség, ami a többi csatorna mellett megjelenhetett. Kódolva volt, külön kellett hozzá egy egység, amivel lehetett ezt a csatornát fogni, és nyilván egy kicsit drágább ára volt, de csak filmek voltak rajta reklámmentesen. És az ősidőkben ez bizony még profi, a Tiszakmátokban lévő akkori profi berendezésekről működött, és talán sokan kevesen tudják, hogy akkor még videomagnóról működött a napi 8 órás HBO adás, ami úgy nézett ki, hogy még kazettát is kellett benne cserélni, tehát volt egy ember, aki ezt csinálta, és indította nap mint nap. Aztán ez az HBO, ez odáig fajult, hogy már Paksi, az atomerőműnek lévő antenna rendszerére is mi szolgáltattuk, és úgy adtuk át, mikrohullámú technikával átlőttük Paksra. Tehát ezek mind történelem, ami szakmai történelem nyilván nekünk, ez fontos mérföldkő volt. Tehát akkor elérkeztünk egy olyan pontra 93-94-ben, amikor is az HBO műszaki megoldása úgy alakult, hogy hát ez egy soros antenna rendszer volt, ahogy mondtam, az azt jelenti, hogy mindenkihez bement ugyanaz a kábel, és ezt valahol szétszették, akkor onnantól kezdve az egész mögötte lévő már, vagy az alatta lévő, vagy a fölötte lévő éppen nem nézett tévét. Ezért, meg az HBO is, ezért ez a hármas vagy négyes műszaki indoka miatt megépítettük az úgynevezett csillagpontos rendszert, és ezt 94-ben kezdtük el gyakorlatilag, és gyakorlatilag egy-két év alatt a teljes várost átépítettük csillagpontos rendszerre. Jött egy törés a cég életében, amikor édesapáddal a baleset történt. Azok az emberek, akik ott voltak körülötted, azok számára egyértelmű volt, hogy viszed tovább a céget, és menni kell, nincs gond. Én emlékszem arra a délután, amit találkoztunk az utca sarkán, és azt mondtad, hogy figyelj, nincs mit tenni, menni kell tovább. Igen. Ez 2002. áprilisában volt. Gyakorlatilag akkor 24-en voltunk a cégbe, körülbelül 24 településen szolgáltattunk akkor, és 24 ezer ügyfelet, még ez is így megvan, tehát ez a 24, ez benne van mindenben. Tehát akkor egyik napra a másikra kellett átvennem. Én akkor már több mint 10 éve mérnökként, műszaki vezetőként, tervezőként a cégbe dolgoztam, és hát ugye jött ez a sajnálatos esemény, és hát próbáltunk rajta. Mindig apám azt tanította nekem, hogy a minden, bármilyen rossz történik, abból mindig a legjobbat kell kihozni. Tehát úgy kell tovább menni, hogy előre menjünk. És hát akkor nekem még cég aláírási jogom sem volt, idézőjelben, de szerencsére sikerült gyorsan áthidalni jogászok és egyéb kollégák segítségével, úgyhogy hát muszáj volt akkor egy kicsit a szerencsére előtte pont megcsináltam egy másoddiplomát, amely egy kis gazdasági vénát adott, vagy próbált adni, tehát most
kezdtem arra is rálátni. Meg hát apámmal azért mindent megbeszéltünk. Tehát én 10 évet egymás mellett nap mint nap ledolgoztunk. Nem kis veszekedések közepette, azt azért hozzá kell tennem, mert én bennem egy más elképzelés volt, mint ő benne, voltak olyan dolgok, de valahogy mindig előre mentünk, tehát volt kompromisszum. Aki így a cégből is, meg családból is ismert minket, azért tudták, hogy mi ezen össze tudtunk veszekedni, pedig nem egy olyan fajták voltunk egyikünk sem. Ő egy kicsit az a megfontoltabb típus volt, én meg egy kicsit a gyorsabb voltam, de a munkákban is így volt egyébként, a munkavégzési tempónk is ugyanez a kettő. És az mai napig egyébként nálam legalábbis így van, egy kicsit próbálok. Bár lehet, hogy most már egy 50 fölött egy kicsit az ember lelassul. Vagy engedi a fiatalokat is egyébként. Szóval visszatérve, a kollégák, azok abszolút kiálltak mellettem. Azok közül is a mai napig jó páran itt vannak. És hát azért elkezdtünk szép lassan fejleszteni, próbáltuk még azt az utat, amit ő kijelölt, azon tovább menni, és így váltottunk gyakorlatilag. Mára a cég az ország egyik vezető kábelhálózat üzemeltető cége lett. Mik azok az értékek, amit ez alatt a 30 év alatt magatokévá tettetek? És mik azok az értékek, amiket te hoztál, és azt mondod, hogy, hogy így kell folytatni? Én azt gondolom, hogy a legfontosabb, amit egy szolgáltatónak meg kell tanulni, és ezt mindenkinek mondom, aki szolgáltatásból él, az, hogy a szolgáltatásban abban a szó benne van az, hogy szolga. Tehát azt gondolom, a legfontosabb, hogy az ügyfeleket ki tudjuk szolgálni. Ez az első. Hogyha az ügyfelek ki vannak szolgálva, akkor utána jön az összes többi, és ennek kell mindent alárendelni. Tehát ez a koncepció, ez régen is, és a mai napig is ez kell, hogy legyen. És ezt a kollégáimnak is próbálom átadni. Az, hogy mi újat hoztam, hát nyilván egy fiatalosabb szemlélet, az mást látott abba a szituációban, mint amit éppen édesapám. És egy kicsit talán könnyebben tudtam nagyobb léptékekkel haladni, talán, és talán egy kis lendületet belevitt, meg egy kis bátorságot. A cég gyakorlatilag a társadalmi szerepvállalása kapcsán majd minden tolna megyei, de szexádi rendezvényen, sportegyesületen, kulturális csoporton és rendezvényen valamilyen módon képviselteti magát, segíti ennek a munkáját. Fontosnak tartod, hogyha a valahol élsz, akkor, és megteheted, akkor ezeket a segítségeket megad? Én azt gondolom, hogy ahol mi szolgáltatunk, onnan nekünk árbevételünk származik. Ahonnan nekünk árbevételünk származik, mi oda szeretnénk visszaadni abból az árbevételből a adott társadalmi szervezetek megsegítésére. Tehát ez nem csak Szexádon van, hanem az összes településünkön. Tehát nekünk bármelyik településről, nekem egyébként a napi aláírási teendőim mellett az egyik fontos teendő a beérkező kérelmek elbírálása is, amik különböző pénzösszegekkel, különböző rendezvényekre, vagy éppen tárgyi eszközökkel, vagy éppen bármilyen olyan társadalmi szervezet megsegítésére, vagy egészségügyi intézmény eszköze való ellátására. Tehát ez nagyon sokrétű tud lenni, de azt gondolom, hogy ez egy belső elhivatottság is. Édesapám is, amikor már úgy álltunk anyagilag a cég, hogy ezt megtehettük, onnantól kezdve ő végig ezt megtette. Mindig is a saját mértékünknek megfelelően, tehát amikor a pénzösszeget erre tudtunk szánni. Talán azt nem említettem, hogy a TARK Kft. Azért főleg kis településeken szolgáltat. Ezért a kis településeken lévő kezdeményezéseket szeretjük támogatni. Ha nem is nagy összegekkel, de azt gondolom, hogy a szándék a lényeg. Azért, hogy ezek a települések fennmaradjanak. Ezért is ugyanazt a szolgáltatást nyújtjuk például Bátán, vagy éppen Zombán, vagy éppen Szexádán, de nincs közte különbség. És a Tolnatáj TV-n induló új
kis települési sorozatokat, és ezért szeretnénk támogatni. Kedves nézőink, köszönjük szépen a figyelmet, Tal Jánosnak további jó munkát kívánunk, viszontlátásra! Viszontlátásra!